Hagyománnyá vált, hogy október végén, november elején kimegyünk a temetőkbe, és gyertyát gyújtunk elhunyt hozzátartozóink síremlékeinél. Különbséget kell tennünk Minden Szentek és Halottak napja között. Minden Szentekről mondjuk, hogy azok az emberek, akik már itt a Földön éltek, előttünk jártak a világba, és szentek, őrájuk, emlékezünk ezen a napon. Ha egy kicsit visszatekintünk így a rég múltba, így a kezdetekből, hogy hogy alakult ki ez a szokás, már a harmadik, negyedik században már a keleti ortodoxok már tisztelték a vértanukat. Akkor még nem foglalták így, nem foglalta magában az összes szentet, hanem a vértanukat. Így szépen lassan kialakult ez a szokás, átvette a katolikus egyház is, és a tisztelete igazából így a 9. századra terjedt ki az egész világra, a Minden Szentek ünnepének. De ekkorra már magába foglalta azokat a megdicsőült szenteket, akik a mennyországba kerültek. És ide most beleértünk minden olyan névtelen szentet, úgymond, akiről nem is tudjuk, hogy szent, de a megdicsőült egyházban vannak. Megkülönböztetjük a szentvedő, a dicsőséges és a küzdő egyházat. Mit is jelent ez valójában? A szentvedő egyház az, azok a tagjai, akik a tisztító tűzben vannak. A küzdő egyház, akik itt élünk a Földön, és a megdicsőült egyház, az pedig már a mennyországnak a lakói. És Minden Szentekkor a megdicsőült egyházról emlékezünk meg, és azokról, akik ott vannak, és így ez az ő ünnepük, a Minden Szentek. Tehát mi ilyenkor ünnepelünk, nem kell, hogy gyász legyen a szívünkbe. Látjuk, hogy ők előttünk jártak, megdicsőültek, Isten mellett vannak. Számunkra ez nagy erőt és biztos jövőt, reményt mutat számunkra. Ezen a napon ugye mi is már kimegyünk, mint katolikusok, kimegyünk a temetőbe, gyertyát gyújtunk, megtisztítjuk a zsírokat, virágokkal halmozzuk el szeretteinket, és az egyház nagyon bölcsen az idők folyamán még egy nagy ajándékot is adott a számunkra ilyenkor, Minden Szentekhez és Halottak napjához kötve a búcsúnyerés lehetőségét. Miért pont november 1-ére került ez az ünnep? Először is, mikor a katakombákból felhozták a szentek erekét, ez május 13-án volt a Panteonnak a felszentelése, de ez átkerült november 1-ére az idők folyamán. Talán nem is véletlen, talán így egy ősi pogány szokásnak a napját próbálták ezzel így megszentelté tenni. Az eredetileg katolikus ünnepet és népi hagyományait más felekezetek is átvették. Így nem csak a katolikus hívek ünnepe, hanem a reformáció több felekezete is elfogadta. A reformátusok szokásjog alapján a templomon kívül emlékeznek meg az elhunytakról. Ezt az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elfogadták. A Halottak napja igazából már a zsidóknál egyfajta hagyományon alapszik, hiszen a zsidó gondolkodásban, ha valaki meghal, akkor tulajdonképpen bizonyos értelemben ugyanúgy az Istenbe vetett hitében, az Istenhez való tartozásában, bizonyos értelemben a családhoz tartozik. Ugyanez a képzet ment tovább aztán a keresztény hagyományban is. Persze itt a felekezetek között egyfajta különbség van abban, hogy pontosan mi történik a halál után. A protestáns hagyományban a test és lélekről egy picit másképpen gondolkodunk. A lélek, mint kifejezés, sokkal inkább jelenti az éltető erőt. És ilyen értelemben nem egy önálló az emberi személyiségnek egyfajta része, hanem sokkal inkább úgy lehet felfogni, mint egy ajándékot Istentől, amit Isten visszavehet. Ilyen értelemben a bűnbeesés óta Isten ezt az ajándékot mindenkitől visszaveszi. Az ember így szembesül azzal, hogy halandó, így szembesül azzal, hogy a tökéletlenségében, bűnösségében szembe kell néznie azzal, hogy itt ez a földi lét véges. Amikor mi Halottak napján kimegyünk a temetőbe,
és megemlékezünk elhunyt szeretteinkről, egyrészt szembesülünk a halál tényével, másrészt pedig azokat a kérdéseket kell feltennünk magunknak, hogy mit jelent számunkra a halál, mit jelent számunkra éppen ezért az élet. És amikor kimegyünk elhunyt szeretteink sírjaihoz, síremlékeihez, akkor tulajdonképpen nem csak azt az elvesztettséget, azt a veszteségérzetet élhetjük át, hanem megerősödhetünk abban a reménységben, hogy igazából hitünk szerint talán ők is az Isten kegyelméből egy új életre várakoznak. Az új élet, az újjászületés Jézus Krisztus feltámadása óta mindannyiunknak, keresztyén embereknek egy olyan reménysége, hite, amely mindenképpen az életről, az élet megéléséről egy teljesen új távlatot nyit számunkra. A bonyhádi evangélikus lelkipásztor szerint a november 1-én Mindenszentek ünnepe és a november 2-ai halottak napját azért keverik az emberek, mert egymás követő és hasonló rangú ünnepeket a zsidó-keresztény hagyományban mindig az előző estével, vagyis a napszáltával kezdték el ünnepelni. Ezért a Mindenszentek estéjén, napszáltakor mi már a halottak napjára is hangolódunk.